Szeretettel köszöntöm a stúdióban Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika kutatóintézetének tudományos munkatársát. Jó napot, kívánok. Jó napot kívánok! Most mi is kutatni szeretnénk egy kicsit Amerikát, mert e, szerencsére a globalizmusnak hála rengeteg híre jut hozzánk is. Összerakni azonban már sokkal nehezebb feladat, hogy mi is zajlik ott pontosan. E, ez amúgy is érdekes, de most a mostani világpolitikában azt gondolom, hogy olyan szerepet is tölt be Amerika, az, hogy az most merre felé fog tartani, nagyon is sok mindent befolyásol. És ugye itt az elnökválasztás mondanám a nyakunkon. És egy nagyon érdekes. Pár harc van kialakulóban. Már eleve az egy meglepetés volt, hogy Donald Trump ismét jelöltette magát, az ugye hetekig eltartott ennek, azt hiszem, a hírértéke. Most azonban ellenfele akadt, aki eddig szövetségese volt Ron DeSantis személyében. Mi várható ezen a szinten, ezen a platformon ön szerint? Várható volt, hogy Ron DeSantis jelölteti magát formálisan is. Ugye olyannyira várható volt, hogy egyrészt nyilván mindenki beszélt róla, másrészt a különböző közleménykutatások is már számoltak Ron DeSantis -el. Maga a bejelentés érdemen ez utóbb nem változtatott, tehát továbbra is a felmérések alapján Donald Trump tűnik a republikánus oldalon a favoritnak. Nem lett volna jobb neki egyébként fiatalként, mert olyan is felmerült, hogy ő még kivárja a következőt, hogy pont azért, hogy ne kerüljenek össze a boxmatchbe. Ez valóban felmerült egyébként, és valóban volt egy ilyen, volt egy ilyen spekuláció, hogy valószínűleg ő kihagyja a 24-es elnök hmm. választást, vagy Randy Santos kihagyja a 24-es választást. Az fő ellenérve ezzel kapcsolatban az volt, és valószínűleg ez húzódott meg a háttérben, hogy viszont ha kiadja a 24-es elnök, 24 elnök választást, akkor az azt jelenti, hogy ő a két elnök választását tehát a 24-es és a 28-as között hát veszíti el, vagy pontosabban akkor jár le a floridai kormányzói mandátuma. És akkor onnantól kezdve politikai értelműen egy légüles térbe kerül, igen. mert a kongresszusban valószínűleg nem megy vissza, az bizonyos szempontból visszalépés lenne neki. Ilyen... És oda hogy nem választották volna újra meg? A, a, a kormányz... Floridában? -ba? igen, tehát megválaszthat, tehát indulhatna újra egyébként, uh -huh. és fel jövőt csak hát ugye már a tavaly, amikor újra választották a kormányzónak, már akkor ugye voltak spekulációk arra vonatkozóan, hogy vajon csak azért indult, hogy hát a politika, majd a, újra választáson, hogy ő a politikai ringben maradjon, és igazából ez csak egy ugródeszka az elnökségnek. Ugye voltak, akik ezt jó értelemben vették is, ugye nem azt mondták, hogy... Akkor nem a semmiből ö, fog érkezni majd az elnöki szintben. Így, így, van, így van. Sőt, egyébként a bejelentést, most a múlt heti bejelentését követően egyébként az egyik Érdekeség az volt, hogy a Florida államban a republikánus törvényhozás hozott egy olyan egy jogszabályt vagy törvényt, ami lehetővé teszi azt, hogy a floridai kormányzó az adott esetben megtarthassa a hivatalát akkor is, hogyha elnöki vagy alelnöki És erre már van precedens egyébként, mert ez tudom, hogy nincs. Tehát, állam. én a úgy tudom, hogy nincs, ez egy újdonság volt, és egyébként nagyon érezhető volt, hogy ezt igazából Ron de szabták ebből uh -huh. a szempontból, mert hogy nem részletezték, hogy most akkor, ha valaki bármilyen szövetségi hanem, hanem konkrétan elnök vagy alelnöknek indulna. Úgyhogy ilyen szempontból ez, ezzel elvették az eddig kifejtett a dilemmának a, az élét, viszont ezzel együtt valószínű volt, hogy ő ezt 24 évben meglépi. Már csak azért is, mert a mozgásában egyébként már úgy értem azt, hogy ő külföldre utazott, azt, hogy ő gyakorlatilag folyamatosan országos visszhangú ügyekben vett részt, még hogyha ezek formálisan floridai, tehát állami ügyek is voltak, az érezhető volt, hogy nem akar eltűnni, nem akar hátralépni. Úgyhogy ilyen szempontból nem volt meglepő az, hogy ő bejelenti az indulását. Mondom, a felméréseken érdemben nem változtatott, tehát most is jelen pillanatban, hát több felmérés is létezik, de ö, most én a 538, ö, tehát 538 ö, ö, portát tudnám mondani, hogy különböző felmérés méréseket mm -hmm. összesít, nem az összeset, különböző felméréseket, és ezek gyakorlatilag azt mutatják, hogy az előválasztáson, tehát a republikánus előválasztáson akár 20 vagy 20 százalékpontnál is nagyobb Donald Trump előnye. A, az általános választási felmérésen, tehát hogyha esetleg igen. az elnökválasztást mérnék meg, tehát konkrétan Joe Biden ellen indulnának, uh -huh. Trump illetve szánt akkor ott is Trump egy fokkal jobban teljesít, nem igen, sokkal igen. egyébként. Ez tehát ezért egyelőre megjegyződés. Hogy belőn. ugye, hogy valahogy mennyire éri ez meg neki, de azért azt nem lehet talán mondani, hogy ő így ugródezskaként használta volna csak Floridát, bár annak is használhatta, de azért nagyon sok mindent tett Floridán belül is, tehát én úgy tudom, hogy elégedett. Tettek vele. Tehát, hogy elég nagy a népszerűsége kormányzóként, és elég jelentős, akár országos szintű intézkedéseket hozott, országos visszhangot kiváltó intézkedéseket. Valóban ezek egy része egyébként egy nyilván a politikai, tehát a közéletben azért ellentmondásosak, tehát, hogy népszerűek a republikánusok körében, a demokraták azért kritizálják, itt lehetne a koronavírus járvány alatti gyakorlatilag kiállási törlő, a különböző intézkedésekben a, a szövetségi kormányzat által javasolt, és most nem a Trump adminisztrációra gondolok, hanem konkrétan Anthony fauci eh, például, tehát hogy a, eh, főleg a demokraták által, vagy demokrata vezetésű államok által bevezetett gyakorlatnak a, az ellenpéldájaként eh, ah, alkalmazott eh, tehát túl komolyan vette? Ő pont ellenkezőleg, pont inkább, ellenkezőleg? Azt mond, inkább azt mondta, hogy nem szükséges leállítani a gazdaságot, nem szükséges leállítani az államot. De akkor ő helyben ez elég népszerű volt. Ez akkor népszerű volt, nyilván vitatott. vitatott konkrét például, ugye a másik a híres ügy, híres mi még. Tulajdonképpen már folyamatban van az a Disney ügy. Ugye, ugye volt a volt Disney-vel szemben, igazából nem is a foldai Kormányzó, hanem a Földai Törvényhozás a Kormányzó támogatásával, ugye olyan törvény fogadott el, ami lényegében a gyermekvédelmi törvénynek a az amerikai megfelelője, némi módosítással egyébként, tehát vagy különbséggel, tehát alapvetően ott arról szól a történet, hogy az alsó nem lehet bizonyos ideológiai háttérrel megfűszerezett, vagy hátterű különböző tananyagokat oktatni, vagy ott esetben mondjuk a Walt Disney, amely a... Hát az ideológia azért az itt a gender elméletet jelenti. Többek között, nem kizárólag, de egyébként -egy többek között Mi, mit ezt jelent jelenti. Még? Például a CRT, vagy CRT, Igen, az Race is is egy... RT, e... ez gyakorlatilag a kritikai faj elmélet, ilyen hát magyarul. Ugye, de ez is ugye ez a BLM mozgalomnak volt, ugye ez a Black Lives Matter mozgalomnak a vívmánya, hogy a fehér felsőbbrendűség ellen harcoljanak, azért ez sem egy egyértelmű dolog, hogy ez annyira jót tenne a társadalomnak. Tehát, hogy euh, Floridában azért euh, elég, elég örülnek annak, hogy mintha helyreállt volna a rend, mert ugye ezek kimozdították, ezek a rendelkezések, a genderelmélet is, meg a fehér felsőbbrendűség is, az amerikaiakat a saját értékükből, és nekem úgy tűnik, hogy a Rondes-Santis ezeket helyreállította, amik euh, hát akkor jobban megfelelnek az adott közvéleménynek. Itt, talán ez, ez a kulcsmondat az utolsó, hogy gyakorlatilag az adott közvéleménynek, tehát államonként ugye eltérőek igen, a, igen. a, a fel de hát és felelőírások. Hát ugye ez a floridai kormányzó. Úgy, hogy... Persze, tehát, hát alapvetően más a szabályzat, ugye, ugye, más az előírás Kaliforniában, de itt nem csak énekre kell tehát kevésbé ellentmondásos, vagy ö, kevésbé... Ö, forró témák ilyen szempontból, ha mondjuk a környezetvédelmet nézzük, vagy Igen. a klímaváltozás elleni fejlődést. Itt is gyakorlatilag van egy, van egy különbség, mondjuk a dissentis koncepció, ami tulajdonképpen a republikánus vagy mainstream republikánus nézet, mi szerint nem különböző nyersanyagkitermelési korlátozásokkal, tehát konkrétan itt a palagázra kell elsősorban uh -huh. gondolni, de nem kizárólag. Tehát nem konkrétan a, 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 a gáz- és olajkitermelésnek a korlátozásával lehet mondjuk a kibocsátás csökkentést javítani vagy elérni hanem konkrétan mondjuk azzal, hogy befektetnek különböző technológiákba, amelyek révén aztán majd hatékonyabban tudják majd csökkenteni a károsanyag kibocsátást, ez akár ez a közlekedés, nem akár az Akkor a port. Mert mert a ez kevés, ez, jellem kerés, jellem ez elég elég és csak igazos. azért emelem ki, mert itt konkrétan léteznek különböző <laughs> modellek. Ugye az antimodell, vagy az ellen, a másik ellenpélda, egyik is sok területen, de konkrétan a, környez, a károsanyag kibocsátást, ugye a, a, kaliforniai modell. Tehát Kaliforniában pedig konkrétan ugye célkitűz, célkitűzés az, hogy gyakorlatilag kettő 2050-ig zéró legyen a károsanyag kibocsátás, és konkrétan a belső égési motorok is eltűnjenek a, az utakról. Úgyhogy ebből a szempontból ez két teljesen eltérő modell. Ezt csak azért is emelem ki, mert ugye Gavin Newsom, tehát a kaliforniai kormányzó néhány hónappal ezelőtt, tehát még jóval a uh, bejelentését megelőzően, majd ugye konkrétan adott fel hirdetést egyébként Floridában, uh -huh. TV csatornán, hogy hát valaki nem tetszik, nem tetszik az élet uh -huh. Floridában, akkor jöjjön Kaliforniában, mert hogy ott másmilyen vannak. Ez a két véglet ebből a szempontból. Igen. Voltak olyanok is egyébként, tehát a kicsit az elnök jelöltségre visszatérjünk, voltak olyanok is, akik úgy kalkuláltak, vagy arra számítottak, hogyha esetleg Joe Biden bármilyen oknál fogva nem indulna 2024-ben. Akkor, akkor Gavin Newsom lenne az egyik valószínű induló. Egyébként őt nem ismérik ebből a szempontból a nagyobb felmérések, tehát nem nem valószínű, hogy konkrétan indulna. Csak azért mondom, hogy tehát voltak olyan ügyek, amelyek igazából a Freuda állam szintjén születtek, és elméletileg azt is hivatottak, egy freudai állami úgymond problémát, vagy kérdést hivatottak szabályozni, de a természetűtnél adódó, a fogva szövetségével adott esetben nemzetközi visszhangot generáltak. Ez egyébként, ezt Ron DeSantis is tudja, tehát mit megtette a bejelentést, hogy ő indul az elnökválasztáson, ezt követően jelott egy interjút Trey Groudinak a, a Fox News-on, és ott konkrétan elmondta, hogy például a Disney ügy az egy floridai eset volt, ezt nem lehet egy az egyben sémaként használni más államokra. Vagy ez azért, azért, ott a közvélemény fődorati... ott Igen. támogatta, és lehet, hogy máshol nem támogatja, és hát Igen. az a jó kormányzó, hogy azért csak ráérez arra, hogy a közvélemény Igen, csak ugye a kulcskérdés élmény. az van, a itt az, hogy, az, hogy a, hát a különböző államokban hát más-más nézetek van. vannak. Ugye az abortusz kérdés is egyébként ezt mutatta meg az elmúlt egy-másfél évben, tehát amióta, közel egy évben, ugye amióta ugye, a legfelsőbb bíróság ugye visszavonta a 73-as Rókontra véd jogesetben, az azt követő és ugye, akkor aki boldogan ezt akkreditált, és azt mondta, hogy akkor ezzel a lehetőséggel élve, hogy már nincsen a legfelsőbb bíróságnak erre egy tiltó határozata, akkor viszont ők a saját hatáskörükben az abortuszt mégse fogják megengedni korlátlanul. Ö, így van, vagy éppen tovább liberalizálják, tehát ilyenekre is volt például. Énekre is volt példa. Mert ö, ugye, tehát... ez, ugye ez nyilván ezt jelentette, hogy ha nincs legfelső, nincs egy egész nemzetre vonatkozó tiltás, akkor mindenki a saját államának a igényei, tehát az ott lakók igénye. És szerint tudja ezt alakítani. Ez állami hatáskör, így van. Visszatérve még csak annyit a... azért, nem? Az a, 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 a hát így, így volt kitalálva ugye az amerikai politikai Igen, rendszer kezdet-kezdetén, ugye még a 18. században. Különböző kérdésekben azért ez, tehát a, főleg az állampolgári jogok és és polgárjogok terén, meg szabadságjogok terén azért szövetségi szinten megjelentek olyan tényleg jogok, tehát itt, nem privilégiumokról beszélünk, hanem tényleg alapvető jogokról, itt a szavazati jó például, vagy állampolgárság, ugye konkrétan az afroamerikaiakat lehetnek talán úttörőként kiemelni ilyen szempontból, de persze a nőket is meg lehetne említeni ilyen tekintetben. Igen, ezek az, tehát, az ugye ez az, ezek az a bita, Itt a... szövetségi kormányzatnak kellett igen. felülről Mert ez valóban egységesen mindenkire igaz, nyilván a többi az, azt nem érdemes ugye. Igen, az, igen, igen, de nagyon sok területen azért a tagállamoknak van beleszólása abban, hogy konkrétan hogy adóztatnak például, vagy milyen, milyen szakpolitikákat alkalmaznak. Ugye igazából a, hogy mondjam, a magas politika, tehát a külpolitika, nemzetbiztonság, Persze, ez ugye nem ezek a területek az, amelyek, amelyek nem, nem tagállami, nem kizárólag, de vannak más területek is. Visszatérve csak még rösszentezre csak annyit, hogy ugye az, hogy ő mennyire volt népszerű Floridában, ugye azt alapvetően, ugye az a kezdtem, hogy ez egy ellentmondásos kérdés, uh -huh. mert a republikánusok körében népszerű, demokraták körében értelemszerűen kevésbé értelemszerűen. Uh, igen, mert olyan témákkal kampányolt eddig is, meg kampány, hát uh, most is a, az indulást követően, vagy a formális bejelentést követően olyan kampánytémákat uh, pedzegetett meg, vagy vett elő, tehát amivel ő foglalkozna, amelyek úgymond hagyományosan Trump szemétől függetlenül, ugye az elmúlt az a Trump, adminisztráció alatt érződött republikánus demokrata, vagy inkább úgy mondanám, hogy konzervatív, illetve progresszív viták, vitapontok voltak, ezekre kitérhetünk, csak azért mondom, hogy népszerű volt, vagy azért bologattam arra, hogy népszerű ugye az államban, Ron DeSantis, mert Florida államban, mert ugye amikor tavaly volt a, a választás, akkor ugye nagyon sokan arra számítottak, amerikában, Főleg a jobb oldalon egyébként, még tavaly nyáron, tehát novemberben volt a fédrős választás, de nyáron sokan arra számítottak, hogy úgynevezett vörös vagy piros hullám lesz országszerte, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy földcsuszamlásszerű győzelmet érnek el a republikánusok. Uh -huh. Ez különböző egyébként történelmi tapasztalat, meg, meg általános bölcsesség, meg egyéb ilyen mutatók is ebbe az irányba, hogy ezt, ezt prognosztizálták, vagy ezt jelezték előre. Ilyenekre kell gondolni, hogy mekkora volt az infláció, Igen. vagy éppen az üzemanyagárak, vagy egyszerűen csak arra gondolni, hogy mondjuk általában a hivatalban lévő elnök pártját szokták ilyenkor büntetni, no, ha ez, ez kettő külön kérdés. Szóval nagyon sok minden abban az irányban mutatott, meg egyéb közleménykutatások is, amelyek azt sugalták, hogy itt szerű országos győzelmet fognak aratni a republikánusok. Tudjuk, hogy nem így történt, tehát az als, a, felsőházban még veszítettek is helyet egyébként, a, mondjuk ott valószínű, valószínű volt, hogy nem változnak az erőviszonyok. Az alsóházban meg ugye technikailag ugye egy négyfős többséget értek el, de ez igazából veres ér fel egyrészt a várakozások tükrében, másrészt pedig azért, mert sokkal többet is tudtak volna nyerni tényleg reálisan. Ezeket azért mondom, mert az a fajta földcsúszomlásszerű republikánus győzelem, amit sokan vizionáltak vagy reméltek a jobb oldalon, az igazából csak Florida államban valósult meg. A koncepció lényege az volt, hogy az említett indikátorok mentén az egyes államokban a képviselő és vagy szenátor választással együtt a jelöltek segítik, esetben a kormányzónak is az indulását, vagy esetben az állami tisztviselőknek a megválaszt, mert bizonyos állami uh -huh. tisztviselőket is úgy választanak, ugye megkülön. Tehát a különböző republikánus jelöltek, akik egymástól függetlenül teljesen más hivatalért futnak, azért a kampányban tudják egymást erősíteni, tulajdonképpen kumulatív Igen. hatást tervít, egy ilyen hólabda effektust elérve. Na, ez igazából csak Floridában valósult meg, tehát Landeszent, ez úgy újrázott a kormányzó választáson, hogy közben egyébként a, az ő hullámát úgymond ki tudták használni a választáson, meg a képviselőválasztásokon is. Viszont az, hogy most felvette a boxkesztyűt trump szemben, nagyon kíváncsi leszek, hogy egy ilyen boxmérkőzésnek egyáltalán maradhat egy győztese akkor republikánus oldalon, de mondjuk, hogyha így magam elé képzelem, akkor mégiscsak nekem úgy tűnik, hogy Ronde Santis maradna alul az utések alatt. Nem tudom, hogy ez valóságosnak tűnik-e a kutatások alapján. A felmérések alapján jelen pillanatban igen, tehát azért mondom, hogy több mint 20 pontos előnye van Donald Trumpnak az előválasztáson, és egyelőre most csak ez számít, tehát az előválasztás, mert hogy először az előválasztáson ugye megmérettetnek a jelöltek, akit aztán indít Ittanak majd hát több mint bő egy év múlva, tehát valószínűleg uh, július magasságában majd ugye a, a Nemzeti Párt Konvencióval vagy pártgyűlésen majd hivatalosan bejelenti a republikánus párt, hogy kit indítanak majd novemberben az elnök uh, És ugye a tapasztalat azt mutatja, uh, mindkét oldalon, nem csak republikánus, republikánus térfélen, hogy az előválasztáson a markánsabb üzeneteket megfogalmazó jelöltek szoktak jobban teljesíteni, mert az előválasztáson úgymond a kemény mag szokott részt venni jobban, ők aktivizálják magukat. Ez a választás sokra is igaz egyébként, majd a kongresszusi választásokra. Úgyhogy uh, ilyen szempontból való, nem teljesen érthető, hogy Randy Szent aki egy uh, retorikájában és stílusában sokkal visszafogottabb, mint Donald Trump. Noha a kampány témákat tekint egyébként hasonló igen, ügyeket, igen. Edzeget, mm. uh, érthető, Sokan azért is helyeznék őt előnybe, hogy kevésbé agresszíven fogalmaz, viszont az értékei ugyanolyan ö, irányba mutatnak, és ezért ö, hát kevésbé botrányos az egész ö, személyisége, és azért szívesebben szavaznának rá. De ugye itt van egy előválasztási meccs is, ami azért, hogyha ö, törést okoz esetleg a republikánus oldalon, akkor az az egész választást is maga alá temetheti, tehát ez a másik kérdés, hogy ez milyen kihatással lehet. Igen, itt kettő dolgot érdemes figyelni ebből a szempontból, tehát két ponton dőlhet ezzel, legalábbis az eddigi tapasztalatok alapján. Az egyik az, hogy belemegy ebbe a box Igen. Ugye a, már a 2016-ban is az volt a tapasztalat Republikánus térfélen. aztán egyébként a a Trump-Clinton elnökjelölti vitákban is, hogy ugye az, aki úgymond felveszi a kesztyű Donald trump szemben, és elkezd, belemegy a sárdobálásba, mert a retorikának egy része azért sárdobálás, meg, meg különböző populista megjegyzések, amelyek hangzatosak, meg népszerűek egy bizonyos pontig, de bizonyos pont után a már a kimondottan ellepetlenítik az érdemi párbeszédet. Szóval, hogy aki belemegy ebbe, ez volt a 2016-os tapasztalat, az egy darabig még jól teljesít, aztán egy idő után úgysem fogja tudni felül, felülmúlni Igen. Donald Trumpot. Ugye nem, nem létezik Trumpibb jelölt, mint Donald Trump. Ezt egyébként olyan szinten is bebizonyosodott, halkan megjegyzem, tehát a 2018-as félidős választáson, amikor, nem hiszem, melyik állam volt az, talán Virginia, de nem vagyok benne biztos, ahol a Donald Trump támogatta azt a jelöltet, aki egyébként Trumpi stílust vett fel, és még ott sem ö, volt a jelölt hasznára az, hogy, vagy azt sem vált a hasznára az, hogy, vagy javára, bocsánat, hogy konkrétan ö, ö, megpróbálta hát utánozni, vagy. vagy nem érzem pontosan már ki volt az, de hogy igazából nem működött. Tehát, hogy mm. ez, ez az egyik tapasztalat, és ezért is mondják azt a, a, a Dysentis szimpatizások, hogy igazából Dysentis az, aki megválaszthatóbb, majd uh -huh. élesben. Tehát nem az Igen. előválasztáson, hanem élesben, mert kevésbé ellentmondásos jelölt, Igen. és hogy érdemi alternatívát jelent Donald trump szemben. Szóval igazából ez nyilván addig fog működni, amíg nem kezd el, nem megy bele a sárdobálásba. Eddig uh, Ron DeSantis tudomásom szerint, egyszer szólt vissza Donald trump nem közvetlenül, hanem hát közvetve. Ugye Donald Trump uh, arról volt többek között híres illetve hírhelyet, attól függ, onnan nézzük, már 2016-os elnök választáson is. Hogy ugye ő korábban részt vett az Apprentice című műsorban, ahol gyakorlatilag ugye a különböző. Ami magyarul az állom Lényegében igen, ennek az amerikai megfelelője, pontosabban az eredeti amerikai változat, és ott ugye az volt a koncepciónak a lényege, hogy azok, akik nem tudják teljesíteni a főnök elvárásait, azok hát nem kiesnek, vagy nem kiszavaztatnak, hanem a főnök elbocsátja őket, és ugye innen volt ez a. Ez a nyilvános szállod, elbocsátás. Szállod, igen, nyilvános elbocsátás, gyakorlatilag ki vagy rúgva, uh -huh. you're fired. És ugye ez egy, ha úgy tetszik, popkultúrában is egyébként egy, nem mondom, hogy Trump brand, de Donald Trump személyével társított szófordulat lett. Uh -huh. Olyannyira egyébként, hogy még ha ah, visszaemlékszünk a 2016-os elnökválasztáson, még Joe biden -ak, ugye akkor ugye igazából csak Hillary Clinton kampányát próbálta támogatni, ugye ő is azt mondta a demokrata szavazóknak, meg persze üzenve a republikánusoknak, hogy, hogy mennyire kegyetlen dolog, sőt a 2020-as választáson is volt ilyen, hogy mennyire kegyetlen dolog, hogy valaki azzal építi fel az imidzsét, vagy a saját, hát igen, imázsát, hogy másokat elbocsát a munkából. Tehát uh -huh. az, az uh -huh. egy kemény, Keményvonalas főnök legyen. Ezért mondom, hogy ez megjelent az országos kampányban is, annak ellenére, hogy ez a múlt. Na most Ron Sanders legutóbb, amikor egy interjú részt vett, akkor ugye azt mondta, hogy az egyik dolog, amit ő másképp csinál, mint Donald Trump, az az úgynevezett hát mélyállamnak, vagy adminisztratív államnak nevezett, tulajdonképpen szövetségi háttér, hivatalok, illetve bürokratikus szervezeteknek a, a megregulázása, úgymond. Donald Trump elnöksége arról szólt négy évig, többek között, hogy a saját apparátusával küzdött. Folyamatosan szivárogtak ki az információk, ugye mai napig vitatott, hogy most akkor az FBI az mennyire Uh, hát uh, járt, vagy uh, lett önjáró és kimondottan Donald Trump ellen mennyire dolgoz, ez, ez Ez vitatott ebből a szempontból, Bár de ez, ez, egy folyam, ez egy, folyam, ez egy, folyam, ez egy folyamatos, folyamatosan napi lévő uh, ügy volt. Egyébként ő a Deep state ellen szeretett volna küzdeni, de helyett a saját stábjával volt kényszerű, ugye uh, erre célzott. Hát lényegében igen, tehát hogy uh, most uh, ugye ez egy hosszú történet lenne egyébként ebből a szempontból, de lényegében erről szól a történet, és ez egyik ilyen ügy ami, ami felmerült, mert ez vitatott tehát itt a republikánus oldalon sem mindenki ért egyet a, uh -huh. a trumpi nézettel, de ahol viszonylag nagy összhang van a republikánus oldalon, az a korábban említett Anthony Fauci, ugye gyakorlatilag ő a Szövetségi járványügyi Központnak a vezetője volt még Donald Trump alatt. Donald Trump elméletileg elbocsáthatta volna, nem tette, pedig teljesen ért, látható volt, hogy, hogy el el más, más a Igen. politikai nézete, más a. Hát a szakpolitikai. Egyébként dolog, ez hogy... akkor mellette szólhatott volna Trumpnak, hogy annak ellenére, hogy politikailag nem egyeznek, de mégis szakemberként elismeri, de valahogy ez egy nagyon fura elképzelhető, lett. Elképzelhető, hogy ez volt a megfontás, ezt nem tudjuk, de a még a Trump szavazók körében is, egyébként meg republikánus oldalon sokan ezt róják fel többek között Donald Trumpnak, hogy miközben hadakozott olyanokkal, akikkel nem kellett volna, uh -huh. addig mondjuk Anthony Fauci-t eltávolíthatta volna. Most azt, hogy ez igaz vagy nem, vagy, vagy helyes, vagy helytelépés volt, se, az most nem. Mi fogjuk eldönteni. Viszont randers ez ugye a kampányban már most megemlítette, hogy ha ő egy ilyen helyzetbe kerülne elnökként, akkor ő nem habozott volna, és konkrétan, hogyha ilyen konfliktusba került volna egy Anthony Fauci vonalat képviselő személy, akkor elbocsátotta volna, és ugye innen jött ez a, hogy ide vezette be ezt ez a, a szállógyát, hogy ki vagy rúgva, tehát ki volna. Ugye ez egy utalás arra, hogy tulajdonképpen a, a Trump-féle brand az nagyon jól működött a kampányban ez a kivagy rúva, el vagy bocsátva, Igen. de amikor éles helyzetben uh, kellett volna alkalmazni, akkor nem tette meg. Ez volt az egyetlen pont eddig, ahol ez nem frontális Donald, ahol, Hát, így van, így van, tehát a Rande Szentis úgymond uh, durvábban, vagy legalábbis valamiféle retorikai fogással visszaszólt, biztos vagyok benne, hogy lesznek még ilyenek, de itt igazából, amit említettem, és csak visszatérve a fő gondolatmenetre, itt a fő kérdés az az, hogy ő belemegy a sárdobálásba, a személyeskedésbe, mert ha belemegy, akkor egyrészt nyilván lerombolja azt, amit eddig épített, mint the centers, tehát azt, hogy ő nem fog személyeskedni a kampányban, ugye mondta is, hogy őt bárminek lehet nevezni, egészen addig, amíg győztesnek nevezik, ugye bármilyen ugye, új neveket lehet hallgatni, Donald Trump ezzel élt, élt is. Uh -huh. Tehát ez az egyik dolog, hogy ebbe belemegy a randosz, mert ha belemegy, akkor valószínű, hogy alul marad. Ez az uh -huh. egyik. A másik uh, fő kérdés ebből a szempontból, az az, hogy a donorok itt támogatnak. Tehát a republikánus, tehát a háttérben lévő különböző magásszereplők, illetve üzleti hátterű szereplők, akik konkrétan pénzelik a, a republikánus jelölteknek, vagy jelölt a kampányát, ők kik mögé sorakoznak fel. Itt vegyes híreket lehet hallani. Gyakorlatilag már tavaly novembertől pont a félidős választások alatt tapasztalt, a Trump jelöltek részéről tapasztalt gyenge teljesítmény miatt. Állítólag most már több donor is, és most Nagyobb dologról beszélek. Ők vagy elpártoltak Donald Trumptól, vagy kimondott a mellett törnek láncját. Hogy ez is majd a következő hónapoknak mm -hmm. lesz a. a De hogy fejlő ezt a fog, fogja hagyni Donald Trump? Tehát, hogy létezik-e olyan uh, forgatókönyv, hogy Ron DeSantis megnyeri ezt az előválasztást? és minden megy, business as usual, szépen jelölteti magát, lehet rá szavazni, donorok őt támogatják, és ez így csendben, békésen a republikánus oldalon lefolyhat. Ha megnyeri az előválasztást, akkor igen, akkor ő a jelölt, illetve a donorok és akkor már támogatását is nem valószínűleg Trump Megszólalhat, ugye a, ott az egyik verzió az az, hogy ő ugye félrevonul, és akkor a, a szőnyek széléről úgymond kritizál, ez igazából ebből a szempontból egy. Egyébként egy, egy, egy valószínűtlen, hogy, ugye, most egy, egy jelen szerint valószínűtlen, hogy most ez azódna, de hogyha tényleg ez a forgatókönyv valósulna meg, akkor ez a, a jobbik forgatókönyv a republikánusok uh -huh. számára a rossz, hogy, hogy gyakorlatilag megsértődik és, és félre vonul és kritizál. A másik a rossz forgatókönyv a republikánusok számára az az, hogyha mint annak idején, hogy Babdol csinálta ezt a 90-es évek elején, hogy akkor ő harmadik jelöltként indult. tehát akkor ő nem republikánus színekben, hanem, hanem a egyéni, jelöltként, egyéni jelölt. Vagy? Igen, tehát megpróbál harmadik jelöltként indulni. Ugye ez azért rossz a republikánusok számára, mert azokat a Trump szimpatizásokat, a kemény magot magával rántja, akik egyébként adott körülmények között akár republikánus szavazók Igen. is lehetnek. Ugye, tipikusan, akik a mérleg nyelvét szokták jelenteni ilyen szempontból most nem az ilyenek, ez egy extrém helyzetben, uh -huh. ne? tehát nem jellemző. De akik a nyelvét jelentik, és ebben Donald Trump is belefutott már a félidős választáson, 18 ban is, sőt 2020-ban is, azok a libertariánusok. létez léteznek ilyen libertariánus pártok, gyakorlatilag azok a lényegében, most próbálok, ugye más világ, tehát Amerika más világ, mint mondjuk Európa, vagy Magyarország. Ez egy gazdasági szabadság. Ez egy gazdasági érdekül? szabadság. Tehát gyakorlatilag olyan konzervatívok, akik nagyon sok liberális nézetet vallanak, főleg a gazdasági szabadság terén, tehát hogy alacsony adódás, kisállam, de értékvilágukban tekintve vagy konzervatívok, vagy úgy gondolják, hogy az állam ne szóljon bele, uh -huh. tehát igazából ne akarjon akár vók, akár abortusz, akár bármilyen kérdésben beleszólni a mindennapi, uh -huh. az amerikai mindennapi életébe, és a libertariánusok nem de általában inkább republikánusokkal szoktak szavazni, azért, mert a demokrata oldalon viszont a, a progresszív hatásra viszont nagyobb állami programok vannak, amelyeket ugye ők zsigerből, mert a libertariánusok zsigerből elleneznek. De ők kevesen vannak, és ők igazából a, mondom, a bizonyos körülmények között jelentik a mérleg nyelvét. Ezt csak egy párhuzamként Igen. mondom, hogy ilyenkor kialakulhat olyan bosszantó helyzet a republikánus párt számára, hogy akár matematikailag győzhetne is, igen, de ugye de az egység. nem, igen. Így van, tehát ezért mondom, ez a rosszabb forgatókönyv, hogyha esetleg Ron is nyeri az előválasztást, majd, hát ez még bő egy év múlva lesz, uh, ha ő nyeri az előválasztást, akkor adott esetben hát kérdés, hogy Donald Trump ezt hogyan fogadja majd. Igen, de most ugye ez eleve egy kicsit feltételezett Persze. forgatókönyv, mivel, hogy azt mondta már az elején, hogy most minden szempontból Donald Trump ez. Így van, tehát azért mondom, hogy ez egy hipotetikus ilyen forgatókönyv. Ebben az esetben de mi fog történni. Akkor DeSantis vonul vissza. Ez igen. már csak egy. Igen, akkor kérdés. persze elméletileg előtt, vannak azért még opciók előtte, vagy lennének ott. Most nagyon feltétlen, igen, hogy igen. nagyon, mondjuk, a kristálygömböt nézegetjük ilyen szempontból. Egy olyan opció, olyan forgatókönyv is lehetne előtte, hogy mondjuk ő alelnök jelölt lenne majd. Ha Donald Trump nyilván felkeri, ez eléggé ez, ez nagy, Igen, Ez nagyon fura felállás lenne, nem hogy ellenfeleből, vagy létezik ilyen? Ez csak nekem. A létezik furcsa. ilyen, meg kell nézni Kamala harris mondott Joe Bidenről 2020-ban, még az előválasztáson, és akkor az embernek ugye azért. <laughs> Most hogy, viszont már semmit nem mond, sehol nem engedik adjöket. szóhoz jutni. Ö, ezek más oka van, de, Igen. de gyakorlatilag van ilyen, hogy a, Igen, az értem. elnök, akár alelnök, tehát alelnöknek általában azokat szokták választani, akik valamennyi, valamennyi szavazatot tudnak hozni erről a célcsoport esetében. Tehát lehetett korábbi vetétárs, akkor nem így probléma, van. mert akkor összeállnak, így és van, akkor illetve, az elnök és alelnök. Így van, illetve nagyobb legitimitást ad bizonyos szempontból a párton be de egyébként korábbi riválisokat fel lehet kérni kormánytagotnak és Ugye Hillary Clinton volt ilyen még az első Obama kormányban külügyminiszterként. Bocsánat, tehát az Obama kormányban ugye nem volt az étnek külügyminiszter, John Kerry volt ugye még a külügyminiszter, de a, amikor Hillary Clinton volt még a külügyminiszter még ugye 2010-es évek elején, akkor hát ő korábban ugye indult Donát, bocsánat, később, de hogy Barack Obama ellen. Tehát vannak ilyenek, hogy diválisokat korábbi riválisokat felkérnek a kormányzatba. Ezeket a békülés vagy, vagy az együttműködésnek hát az is egy jele. Az Igen, jelen. az alelnök esetében ugye azért kényes a kérdés, mert az alelnök... Azért támogatói pozíció, nem? Igen, tulajdonképpen az alelnöknek az amerikai alkotmány értelmében kettő dolga van. Az egyik, hogy készellében vár, ha valami történik az elnökkel. De nem ez segíti elő. Hát Hogy valami történhet persze, persze, egyrészt, másrészt meg, hogyha a szavazat egy előség alakulna ki a szenátusban, tehát Igen. a százfős szenátusban nem tudna bizonyos, val akkor valamilyen kérdésben 50-50 alapon alakul ki, a, tehát öt szó szerint 50-50 szavazati arány alakul ki, akkor ő eldöntheti, vannak ilyen helyzetek egyébként, előfordul politikailag kényes ügyekben, nem a legszerencsésebb megoldás, de ilyenkor, ő az alelnök tud lenni a Ez a kettő funkció az alkotmány alapján. Vannak egyéb funkciók egyébként, amelyeket az elnök adott esetben az alelnökre testál, meg vannak bizonyos uh, diplomáciai, vagy adott esetben uh, formális uh, kötelezettségei, de igazából döntési jogköre, meg saját uh, úgymond uh, hatásköre, ha csak az elnök úgy nem dönt, Tulajdonképpen nincs. Ugye Franklin Drano a alelnöke mondta még, egyik alelnöke mondta még azt, hogy az alelnökség annyit sem ér, mint egy, mint egy vödör, hát köpelt, ez sokáig így így használtak a történészek, de valószínűleg más szót használt erre, illetve hát még John Adams mondta, vagy írta azt hogy a feleségének, tehát az első alelnök írta a feleségének, hogy az én országomban maga végtelen bölcsességében, vagy az alapító atyák maguk végtelen bölcsességükben egy olyan pozíciót szabtak rám, ami igazából teljesen funkciótlan vagy szükségtelen, és még hozzátette volna azt is, hogy még csak ki sem mert az alelnök előtt, ugye... Nem bukhat. Ő, ő, ő együtt indult, tehát közös tikettel Igen. együtt indul ugye az elnökkel, tehát az elnök sok mindenkit kirúghat a a kormányzatból, az alelnököt nem rúghatja ki. Az alelnök ellen, ha valakit el, ha eltávolítjuk a hivatalából, akkor ugyanúgy impeachment eljárással lehet ezt megtenni. De normális esetben az elnök nem bocsáthatja el, nem rúghatja ki az alelnököt. De ezt csak azért mondom, hogy ha és amennyiben mégis egy olyan forgatókönyv alakulna ki, hogy Ron DeSantis-t felkérnék a Donald Trump részéről, nagyon valószínűtlen, de ha mégis megtörténne, akkor azért ott van egy olyan, olyan dilemma is, amellett, hogy Donald Trump Másod hegedűse lenne ilyen szempontból, hogy hát akkor neki elmegy legalább négy év az életéből, alánnök jelöltségből pedig, vagy alánnökségből pedig igazából csak elnökség következhet, ha jól csinálja ugyanazt a a jelölt. Éppen elgondoltam, hogy akkor viszont ha ugródeszka, akkor az egy remek ugródeszka, nem? Elvileg igen, de ugye mondom négy nég, nég, nég évig nég kiszolgáltatott, tehát akkor az azt jelenti, hogy majd amikor lemegy a négy év, akkor a most mondjunk ennél a, felt, ennél a szenáriónál, akkor a második Trump elnökséget neki is meg kell védenie majd amikor uh, 2028-ban kampányol. Tehát ebből a szempontból ez, ez, egy, uh, ez egy nagy dilemma, hogy az alelnökséget elvállalja valaki. Uh, valószínűleg ha elvállalja, akkor az, azért teszi, mert hogy vannak még ambíciói, de ugye ez azt jelenti, hogy legalább négy Ével, ideális esetben legalább négy év elmegy a, a politikai karrierjéből, uh -huh. ha meg úgy alakul a helyzet, tehát most ilyen esetben nem, hogy úgy alakul a helyzet, akkor oda esetben nyolc év is elmehet a Igen. politikai karrierjéből, ami, ami rengeteg idő. Tehát, hogy ebből a szempontból az alelnökség az, az nem, nem egy ideális nem is beszélve, hogy ugye Trump meg nem lehet tudni, hogy most akkor ő egyáltalán felkérnie e Ron DeSantis Hát ezen jól eldilemmáztunk, de minden esetre érdekes beletekinteni, hiszen amikor az ember a neveket meg a pozíciókat olvassa, akkor azért amúgy is elszokott ezen egy kicsit így polemizálni, hogy vajon milyen forgatókönyvek jöhetnek egyáltalán szóba. Van egy gazdasági oldala is Amerikának, ugye ez a nagyon-nagyon politikai volt, amit most felvázolt. A gazdasági szinten most hogy áll Amerika, hiszen az mindig belejátszik az elnök választásba, és úgy egyáltalán egy ország pozíciójában. Ugye sok kérdést meg lehet nézni a továbbra is az infláció üzemanyagára, illetve hát a költségvetés ilyen szempontjából még, ami ugye folyamatosan napirenden van a közéletben, mint, mint ö, 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 bocsánat, ezek a kérdések vannak a napirenden. Ugye ami, ami most ugye nagy visszhangot generált, az, a, az az adósságplafonnak a kérdése. Jelen pillanatban körvonalazódik egy, egy kompromisszum az elnök, tehát Joe Biden elnök, illetve Kevin McCarthy, tehát a képviselőház el, elnök, illetve a képviselőház között. Dióhéjban itt arról van szó, hogy az Egyesült Államok körülbelül 31 billió dolláros, ugye az angol az trilliont használja, de az magyarul billió, tehát 31 billió dolláros uh, hiány, hiányjal számol általában, tehát ekkora deficitet halmozott fel egyszerűen azért, mert túlköltekezik. És találkoztunk ilyen helyzetekkel egyébként az amerikai politikában az elmúlt évben, a Trump adminisztráció alatt is egyébként, amikor a költségvetési kérdésekben az elnökség nem tudott megegyezni a kongresszussal. Nagyon rövid háttér, csak hogy érthető legyen. Ugye európai parlamentáris rendszerben, más világ Amerika, európai parlamentáris rendszerben, ha a kormány nem tudja összeállítani a költségvetést, akkor onnantól keze vége a történetnek. Tehát, hogy majd politikai értelemben megbukott. Most nagyon leegyszerűsítettem uh -huh. a dolgot, de lényegében erről, erről van szó. Amerikában, hogyha az elnök által javasolt költségvetést nem sikerül elfogadni a kongresszusnak, aki az elszény hatalmával rendelkezik, tehát ő az, aki igazából jogosult a költségvetést elfogadni, itt általában a parlamentek. Tehát, ha ezt nem sikerül elfogadni, akkor az elnök számára ez, hogy mondjuk, közvetett politikai következményekkel járhat, de igazából ez a kongresszus számára kellemetlen. Uh -huh. Ö, ilyenkor szokott kialakulni olyan helyzet, amit ugye kormányzati leállásnak nevezünk, government shutdown. Ha nem sikerül a költségvetésről megállapodni, akkor ilyenkor a szövetségi kormányzat igazából nem tud működni, és ilyenkor a legalapvető funkcióktól eltekintve, a kevésbé releváns vagy kevésbé ö, eszenciális, vagy létfontosságú funkciókat ilyenkor szüneteltetik. Ilyenekre kell gondolni, ilyen, a klasszikus példa az a nemzeti parkok esete, hogy ilyenkor a nemzeti parkok bezárnak, mert hogy igazából nincs pénz arra, hogy az alkalmazottakat ilyenkor fizessék. Ilyen előfordult már egyébként? Ja, persze volt, volt ilyen, és akkor ilyenkor szokták számolni, hogy hány napig tart a kormányzati leállás. Ez akár egy-két egy hónapig is eltarthat ilyenkor, ami meg nem áll, és nem sikerül megállapodásra jutnia uh -huh. a Hát a politikai párton a soron a kongresszusban, de nyilván az elnök érdekében a, az elnökséget adó politikai párt, és a esetben többségben lévő másik politikai pártnak a az álláspontjai között nem sikerül egyfajta kompromisszumot kialakítani. Ezt csak azért mondom, hogy ilyenekkel többször találkoztunk, ez a könnyebbik eset, amivel most nézünk szembe, Igen. vagy ugye most nézem az Egyesült Államokhoz, hát majdnem egy precedens nélküli állapot, ez a fizetésképtelenséget jelenti. Ugye a Tehát kor, ez már a, nem egyszerű shutdown. Ez nem csak shutdown, ez nem kormányzati leállást hozna, hogyha nem sikerülne megállapodni, uh -huh. bár mondom, most körvonalazódik egy megállapodás. Ez konkrétan azt hozta volna, hogy fizetésképtelen az Egyesült Államok, tehát nem csak a szövetségi kormányzat, hanem úgy általában bármi, amilyen kiadás jelent az amerikai kormányzat számára, azt igazából hát úgymond nem végezheti már hitelre, vagy nem vehet fel hitelt uh -huh. az Egyesült Államokban. Tehát a ezt törvény jelenti nem teszi lehetővé. jelenti az adósságplafon, hogy mennyit vehet igénybe Így van, mennyire, így van tehát ezt a 31 billió dolláros gyakorlatilag rekordszintű ugye deficitet, tulajdonképpen arról szól a vita, hogy ezt megemelik ezt az adósságplafon, tehát hogy a kongresszus, mint az erszény hatalma, vagy az erszény hatalmával rendelkező ugye, hatalmi ág megengedi -e a kormányzatnak, hogy vegyen még fel hitelt. Kitől ezt, egyébként? Gyakorlatilag a, adott ebben a fettől, tehát hogy államkötvényeket bocsássanak ki, vagy adott ebben mondjuk uh, hitelezőktől, tehát itt gyakorlatilag... Magánszemélyektől? Hát Kíná, bankoktól. kínától. Ha államkötvényekről beszélünk, akkor tulajdonképpen Kínától, hogy a Kína vásárolja meg ezeket az államkötvényeket, tehát ilyen is elképzelhető. Viszont, ha hogyha ezt nem teszi lehetővé, akkor nyilván azt jelenti, hogy akkor nem tud további hitelek levenni, aminek igen komoly gazdasági következményei lehetnek. Itt, hát erről vitatkoznak egyébként a gazdasági szakértők is, hogy konkrétan milyen következményekkel, és mennyire tartós következményekkel járhat a fizetésképtelenség, az uh -huh. amerikai fizetésképtelenség. Konkrét Tán, ami felmerült az, az infláció ö, ö, megemelkedésre, illetve át az állampapírok esetében ö, pedig egy, hát, ö, ha úgy tetszik egy ördögi körnek a kialakulása, mert hogyha az amerikai állam ugye kötvények kibocsátásával tud hitelhez jutni, még, Igen. Ö, de ugye a nem tud fizetésképtelen, tehát ha valakit megjelennek a, a hitelezők, hogy akkor kérik szépen a lókzusát, hogy a, 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 a kölcsönöztek korábban ugye az államnak, az állam hogy a szövetségi kormányzatnak, és nem tud fizetni a szövetségi kormányzat, akkor az azt jelenti, hogy ha újabb kötvényeket bocsátanak ki, akkor annak az nyilván az értéke is csökkenni fog. Uh, nyilván itt különböző kamatemelésekkel tudna mondjuk az infláció ellen küzdeni mondjuk a, a, a Fed, uh, ja az amerikai egy jegybank, egy kicsit másképp néz ki ott az amerikai pénzügyi rendszer, mint Európában, de a lényeg, hogy gyakorlatilag egy vagy ördögi kört ö, ö, eredményezne a gazdaságban, és tovább a helyzeten, ami igazából senkinek sem az érdeke. Most rossz a helyzet egyébként, tehát emelkednek az árak, vagy az emberek egyáltalán megérzik-e azt, hogy itt most valami... Ezt, meg, ezt, megérz, ezt, megéreznék, mert hogyha... Most ö, még nem érzik. Hát ö, a, ennek a hatását most még kevésbé, ugye hitelminősítő intézetek ugye jelezték azt, hogy mondjuk átsorolják az Egyesült Államok adósság. Besorolását, de hogy az amerikai gazdaság esetében azért elink kell ezeket az értékeléseket, uh -huh. viszont hogyha esetleg tényleg kialakulna egy ilyen helyzet, és mondom most úgy néz, ki, hogy ezt elkerülték. Ez precedens, tehát ez kialakult volna, erre is precedens. A 70-es évek végén volt egy ilyen helyzet, de az egyfajta adminisztratív éve, hiba miatt történt most ez egy erős kifejezés, de hogy nem egy ilyen politikai uh -huh. szembenállás miatt, hogyha ez mégis kialakulna, kialakult volna, aztán most már feltételes múlva beszélni, ha mégis kialakult volna, akkor ennek lehetett volna egy olyan következménye, hogy az infláció miatt, meg a kamatemelések miatt adott esetben mondjuk az átlag választópolgár, mondjuk az átlag amerikai nehezebben tudna mondjuk hitelre mondjuk autót vásárolni. Ugye ezt tudni kell az amerikai Egyesült Államokról, hogy nagyon sok mindent hitelre vesznek, Ugye a hitelkártya az egy alapelvárás azért az amerikai társadalomban, nem is, hogy a debitkártya, tehát a bankkártya, hanem a hitelkártya. Vannak olyan dolgok, amiket csak hitelkártyával lehet vásárolni itt az autó De a hitel valódi, olyan vagy. nincs a pénz, hanem meghitelezik. Meghitelezik, és akkor nyilván ez, ez, ez megint egy másik, egy ördögi kör, hogy az amerikai fogyasztói társadalom hogyan alakul, mert ugye azt, hogy kinek mekkora hitelkerete, az, az jelentős részben hogy azt határozza meg. Most egy másik dologról beszélünk. Az Azt határozza meg, hogy a korábban felvett hiteleit milyen ütemezéssel tudta jól időre visszafizetni. Vannak ilyen trükkök egyébként, hogy mondjuk a szülők adott esetben a gyereknek vagy akár még egyetembe, vagy egyetemi beirat, beiratkozást követően, tehát mondjuk 19-20 éves korábban a, a gyermeküknek, aki még nem dolgozik, tehát nagy, nagybetűs életben még nem lépett be, de már elintézik, hogy legyen hitelkártyája, és akkor az ő hitelkártyájára vesznek különböző háztartási cikkeket, vagy különböző termékeket, amit aztán a szülők visszafizetnek, vagy a, hát a gyerek visszafizet, de a szülők segített neki, mert végső soron ez papíron a gyerek hitelképességét hitel akkor... fogja javítani. Egy, amikor majd belép a nagybetűs életbe, akkor sokkal jobb hitelfeltételekkel tud szembesülni, mint hogyha, úgymond, teljesen kezdő lenne. Én, Mondom, igen, csak ez egy ördögi kör, mert igen. ez azt jelenti, hogy érdeke egy embernek hitelkártyát használni a sima bankkártya helyett. Úgyhogy ezért mondom, hogy van egyfajta ördögi kör az amerikai társadalomban, ami a fogyasztást, meg, a, meg egy kicsit a, a, a hitelezést fel, úgymond még jobban fellendíti. De a lényeg, lényeg az, az hogy a, a kormányzati hitel, az nem csorog le a magánhitel felvevőkhöz. A, a következménye, a következményei, tehát ha az amerikai kormányzat nem fizetésképtelen, akkor az kihat mondjuk ott az inflációra, amit említettem, illetve a, a, dollára is, mondjuk a dollár értékére, illetve a kamatokra, és ha a kamatokra kihat, akkor viszont akármilyen a hiteltörténete mondjuk egy adottan átlag amerikainak, hát azt megérzi ő is, hogyha más kamatra kell mondjuk egy újabb hitelt felvenni Igen. ahhoz, hogy mondjuk egy autót vásároljon. Tehát ezért mondom, hogy ennek komoly következménye, és arról vita van, hogy ez milyen súlyos következménye, és mennyi ideig tartana, tehát mondjuk esetben most mondok egy, egy erős szót, mondjuk recesszióba vinni az Egyesült Államokat. De ez ezt csak zárójelben mondom, mert mondom, ez most ez, ez nem körvonalazódik, de erről van egy vita, hogy most volt egy vita, mert hogy nem jártunk még itt, tehát ez egy precedens igen. nélküli helyzet lenne. Most úgy néz ki, hogy sikerül megállapodni, legalábbis a, a, a kompromisszumot kötött ugye a Biden-i fehérház, illetve McCarthy képviselőházi elnök, csapata, ami egy, hát tipikus kompromisszum, tehát igazából senki sem elégedett, de mindenki mégiscsak elkerült a legrosszabb forgatókönyvet. A kompromisszum lényege dióhéban az, mert eléggé összetett kérdésről van szó, de a kompromisszum lényege, hogy bizonyos kérdésekben konkrétan adósságplafont rögzítik, tehát, tehát nem lehet többet költeni majd 2025-től, viszont ugyanakkor, mert bizonyos kiadásokat itt több billió dollárról beszélünk, de ezek ugye a ö, 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 több milliárd dollárról beszélünk, de ugye billiós hiány mellett, ugye ezek mégiscsak apró kis vágások, tehát több milliárd dolláros ilyen különböző kiadásokat viszont vissza kell vonni a, költségvetésből. Itt talán egy tétel van, ami politikailag, mert itt is megint politikai következményekről beszélhetünk majd, ami politikailag mondjuk fájdalmas a Biden adminisztrációnak, az a tavaly nyáron bejelentett diákhiteleknek a, az elengedése. Tehát a diákhitel elengedésére célzott, úgymond költségvetési források esetében, vagy pontosabban kiadások Hat, hát el lehetetlenítette, el ellehetet, valószínűleg ez a, ez a kompromisszum, amit a republikánusok már ugye akkor is És e, e, ez nyilván beígérte, és ennek ugye lenne politikai Így van, következménye. Vannak, 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 olyan kiadások is, például ugye volt ez az infláció csökkentésről szóló törvény, ugye Európában elég nagy visszhangot kavart azért, mert egy jelentős része arról szól, hogy Amerik, Észak-Amerikában gyártott akkumulátorok, illetve villamos gépjárműveknek a, a vásárlására ad lényegében ösztönzést, illetve támogatást a szövetségi kormányzal, de ugye ez alatt esetben hátrányos helyzetbe hozza, hogy hátrányba európai. hozza az európai gyártókat. De, de mondjuk, de ennek az inflációcsökkentésről szóló törvénynek egy másik eleme, ami Európában nyirelemásnak tűnik, az konkrétan az IRS, tehát az adóhatóságnak a, adóhatóság személyállományának az erősítése, tehát több adóvizsgáló, illetve ügynöknek a felvételéről szól. erről vannak viták, hogy ez hány főt jelent egyébként, a körülbelül 70 ezer Voltak olyan számítások, amelyek azt mondták, ez a Republikánus forgató forgatókönyv volt, hogy a 70-80 ezer fős IRS-t megduplázzák létszámban. ez érdekes, erről... akkor, hogy akkor ugye csavarnak egyet, akkor az Persze, a tehát itt, 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 itt voltak, voltak, erről viták, hogy most akkor ez konkrétan mennyire duzzasztja meg az IRS, de az biztos, hogy nyilván volt, tehát voltak olyan elemek abban az inflációcsökkentésről szóló törvényben, amelyek kimondottan az IRS képességeit hivatottak, ugye, például a globális minimumadó kapcsán ugye említett adó, adóknak az érdemi beszedéséhez. Most a lényeg az az, hogy ebből nek egy részét, ennek, ennek a ö, több milliárdos csomagnak egy részét a, ebből a szempontból ellehetetleníti ez a kompromisszum. Talán ezeket lehetne kiemelni, ami a Biden adminisztrációnak és kimondottan a demokratáknak fájdalmas. A republikánusoknak fájdalmas az az, hogy ö, hogy tulajdonképpen nem sikerült azt a fajta fiskális fegyelmet ö, megvalósítani, amivel ők egyébként már évek óta kampányolnak, ö, tehát gyakorlatilag nem sikerült minden Bideni vagy ö, demokrata ö, progresszív programelemet Mond törölni, vagy, vagy el lehetett a költségvetésben. Ha megjegyzem, ez ideális is lett volna politikailag, de ebből a szempontból azért vannak kritikusok, uh, ilyen szempontból a republikánus oldalon, akik azt mondják, hogy igazából még ennél is jobb alkot elérhettek volna. Most erről lesz egy darabig egy vita, hogy ez mennyire van így. Tehát mondjuk esetre... az abortusznak a támogatása, ilyennekre hogy vagy a vagy elmúl ideológiának az iskolákba bevezetése, ez is pénzkérdés. Akár, de lehetne itt említeni mondjuk ott esetben a a szociális kiadásokat, a szociális kiadások azok, itt a Medicare-be, Medicare-et lehetne említeni. És meg, ez megint egy nagy téma, hogy Amerikában hogyan néz ki az egészségbiztosítás, meg a. Igazából a, szociális a, ugye, az, hogy be akarják erősebben szedni az adót, ez szinte egy kormányzati ösztön. De az, hogy ezek után meg se említi azt, hogy a háborúra van-e pénz, vagy nincs, ez azt jelenti, hogy ez egy annyira kicsit tétel, hogy ők Ukrajnát továbbra is támogatják. Akármilyen mennyiségben. A probléma forrása abban van, hogy kettő dolog. A probléma úgy értem, hogy a, a, ami ami ebből a szempontból nem változtat az eddigi gyakorlattal. Most azt, hogy ez probléma vagy nem, ugye erről vitatkoznak. A. Ö, tehát a kétféle kiadás létezik az amerikai költségvetésben, most nem úgy vannak úgymond a kötelező kiadások, az említett medicare, medicare, meg szociális ellátó, ellátó rendszerek, illetve programoknak a finanszírozásra, ezek olyan szinten rögzítve vannak komplex programok keretében, hogy gyakorlatilag Hát úgy szent tehénnek, minősülnek, hogy nem lehet hozzájuk nyúlni, csak a, gyök, a rendszer gyökeres megváltoztatásával, arra meg senki nem hajlandó egyrészt, mert hatalmas munka lenne, másrészt pedig hát, politikai öngyilkosság. Tehát senki nem meri ezt megtenni. Ez gyakorlatilag a költségvetés egy jelentős részét, tehát így gyakorlatilag legalább 50-60%-ot lefed. A másik része, az a, a, tulajdonképpen a nem kötelező, vagy a, az opcionális kiadások, nem ez a jó kifejezés ebből a szempontból, olyan fajta kiadásokra kell gondolni, amelyet évről évre szoktak különböző költségvetési, vagy különböző finanszírozási törvényekkel hozni, és például a katonai vagy védelmi kiadások ide tartoznak, ennek különböző okai vannak egyébként, hogy csak egy történelmi okot említsek, hogy a védelmi költségvetés sem négy évre szavaznak meg mondjuk egy kormánynak, vagy ott esetben hosszabb időre, pont azért, mert azt akarták elkerülni az alapító atyák, hogy az amerikai elnök, akinek így is vannak azért igen komoly haderőfőparancsnok, akik igen, igen komoly jogkörei, hát ne tudjon megszavaztatni saját magának több évre olyan védelmi költségvetést, amivel aztán katonai diktatúrát vezet be. Ez a filozófiai elvi háttére mögött. A másik az az, hogy vannak olyan kiadások, amelyeknél igazából, hát ahogyan az élet hozza. Tehát, hogy évről évre szoktak különböző finanszírozási törvényt meg, ö, megszavazni, és a katonai kiadások azok ebbe tartoznak. Amik összeteti teszi a problémát, ez az egyik ügy, hogy igazából olyan jellegű kiadásról van szó, ami a kisebb részét képviseli ennek a, ennek a tortának. A kisebb szeletét az egész tortának. A másik probléma, vagy másik dilemma a republikánusok előtt az az, hogy azért a védelmi kiadásokat a republikánusok, főleg amúgy Ukrajna támogatásáról beszélünk, azért nem igen szokták megvárni. Van egy republikánus kisebbsége, trumpi vonal a republikánus párton belül, akik szeretnék tulajdonképpen nullára csökkenteni a katonai támogatási programokat, vagy legalábbis biztonsági támogatást Ukrajna számára, de itt gyakorlatilag talán kb. két legfeljebb három tucat képviselőről beszélünk, a, ö, 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 több mint ö, ö, 300 fős ugye, kongresszusból. Úgyhogy ebből a szempontból, ugye, vesi meg az egy, együtt együttvéve. Úgyhogy ebből a, ö, sőt, gyakorlatilag, ö, hát ö, ö, majdnem 500 főről beszélünk, ugye, mind a két házat összeveszünk. Tehát, tehát nagyon, nagyon kevesen vannak ebből a szempontból, és az eddigi nyilatkozatok is abban az irányban mutattak, hogy azért, ha valamit inkább a republikánusok szeretnének, és a mainstream republikánusokra kell gondolni, az az, hogy inkább még több fegyvert, vagy ott esetben még gyorsabban adjanak Ukrajna számára. Csak mondok egy konkrét példát, ami a közbeszédben is, mégis, egy kicsit, most kitérünk itt a költségvetésről, csak az ö, ö, Ukrajna támogatás hogy tényleg tudjuk kezelni. Uh, ugye, ha visszaemlékszünk, ugye tavaly, most, tehát idén januárban jelentette be Biden elnök, hogy Abrams páncélozott harckocsikat, vagy hát nem szaknyelven, hogy a tankokat ad az Egyesült Államok Ukrajnának. Uh, ezt a mai napig nem szállította le, ezt valószínűleg ősszel fognak megérkezni lehetetlen logisztikai kihívások. kihívásokán, meg kell, persze majd kiképzésre van szüksége egyébként a, ö, az ukrán katonáknak, illetve a haszkosizóknak ebből a szempontból. Tehát azért ez egy komplex nem lehet egyik napról a másikra odaadni. De a kongresszusban a republikánusok már áprilisban a szenátus védelmi bizottságának a meghallgatásában azért faggatták a katonai vezetőket, itt a védelmi minisztert, az, a vezérkari főnökök egyesítő bizottságának az elnökét, illetve az, Egyesült Eur Államok Európában tartott katon erőinek a főparancsnokára kell gondolni. Tehát azért kérdezték őket, hogy most akkor hogyan van ez, hogy beígérünk 31 darab harckos januárban, és ez leghamarabb majd, ha minden igaz, akkor ősszel megy, és igazából azt sem lehet tudni, hogy most éppen hol vannak, tehát hogy ezek már, Németországban vannak, vagy valahol még az Egyesült Államokban vannak, és nehézség, leszállítják ezeket, főleg úgy, hogy több, esz, több ezer ebben a van az Egyesült Államoknak ilyen szempontból, tehát, hogy nem kéne, hogy probléma legyen, de a lényeg az az, hogy vannak olyan republikánus hangok, és ők vannak inkább többségben, akik azt mondják, hogy ezeket már rég oda kellett volna adni. Most erről lehetne vitatkozni, de a szakértők erről vitatkoznak, hogy egyébként mennyire reális ilyen ütemterv mellett átadni ezeket a, ezeket a rendszereket, illetve ezeket a harckosikat. Ezt csak azért mondom, hogy azok a republikánusok, akik kimondottan csökkentenék az ukránának biztosított támogatást, ők kisebbségben vannak. Ugye maga a kifejezés, ami elterjedt a republikánus körökben már hónapokkal ezelőtt, hogy vége láthatatlan háború tehát az, hogy tengerbe hordjuk a vizet, az nem ezt, nem, nem, ezt jelenti, hogy a tengerbe hordjuk a vizet, hanem azt, hogy nem látszanak a republikánusok számára a köztes célok. Tehát, hogy tulajdonképpen mikor fogja elérni, az mik az Egyesült Államok célkitűzése, célkitűzése, ilyen szempontból. Erről szól a kritika, nem arról, hogy Ukrajnát támogassuk vagy sem. A, a republikánus, főleg a szenátorok egyébként, a republikánus szenátorok ilyen szempontból már az F-16-osokra is már hónapokkal ezelőtt azt mondták, vagy egy részük azt mondta, Lindsey mert lehetne talán kiemelni, hogy ezeket ma oda kellett volna de Ezért mondom, hogy ebből a szempontból ilyen téren változás nem várható, és még egy gondolat, ugye amikor ilyet hallunk a hírekben, hogy teszem azt, 30 milliárd dollár értékben biztonsági támogatást adott, tehát fegyver, fegyverrendszereket adott az Egyesült Államok Ukrajnának, akkor ezek úgynevezett elnöki lehívásokból mennek, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Pentagon készleteiben lévő nem a legfejlettebb, hanem tényleg raktáról lévő haditechnikát ad át az Egyesült Államok Ukrajnának. Ugye a -ok a legismertebbek ebből a szempontból. Ezt azért mondom, mert hogy ez igazából nem azt jelenti, hogy akkor kiadnak egy megrendelést, hogy na akkor ennyi meg ennyi millió dollár értében vásárolunk fegyvert a piacra, és aztán átadjuk, hanem konkrétan már amúgy is meglévő haditechnikát adnak át. Tehát ilyen értelemben nem az, hogy nem kerül pénzbe, de hogy inkább ez csak egy érték, hogy ilyen értékben ad áthadító technikát az Egyesült Államok. Ami vita van. Erről függetlenül a költségvetéstől az Egyesült Államokban az az, hogy mi lesz akkor, hogyha kiürülnek a készletek. Ez egy megint egy hipotetikus dilemma, tehát, hogy kevesen beszélnek róla, illetve megoszt, nagyon megosztanak itt a vélemények, mert ugye alapvetően itt, amitől egyesek tartanak, az az, hogyha mondjuk Kínával, tehát a kínai népköztársasággal alakulnak ki egy hasonló konfliktus, mondjuk. Taiwan körül, és ott is Taiwan számára ugyanilyen elnöki leívásokkal kellene a halitechnikát biztosítani, akkor rendelkezésre állnak-e ezek a, a, készletek, úgymond a raktárakban, hogy mielőtt még úgymond kiürülnének Ukrajna számára. De ez egy elméleti vita, mert ugye nem Igen, az a gondunk ezzel, hogy nekünk ez nagyon nem elméleti, mi azt szeretnénk látni, hogy valahol valamilyen akarat megszülesen arra, hogy ez ne folyjon tovább ez a háború, hanem valami egész más megoldást találjunk. Itt pedig azért az derül, hogy inkább azt hogy hogyan lehetne, milyen úton, módon fegyverhez jutni. Igazából a kérdésem főleg erre vonatkozott, hogy vajon létezik -e erre politikai akarat, de nagyon úgy tűnik, hogy nem e, létezik. Egyedülre nem, ugye, ron, ron szentés, ugye, ugye megteszünk el költ, hogy a Rondes Szentőzre visszatérve, ugye őt is a, azok közé sorolták az elemzők, hogy ők alapvetően egy visszahúzódóbb, vagy úgy általában egy, egy elszigeteltséghez, azt akartam, hogy nem, nem azt mondom, hogy elszigeteltség párt de ez így erős, mert Donald Trump sem volt elszigeteltség mellett egyébként, tehát rendkívül aktív volt a Trump adminisztráció külpolitikailag, az más kérdés, hogy nem mindenkinek tetszett a, az Ábrahám egyezmény, vagy a különböző... Pedig az egy remek ö, ö, volt, és az azóta is, ha valami békét hoz, akkor az az, az egyezmény. Ö, tehát, hogy erről, erről, vannak, erről, vannak, viták, hogy most akkor mennyire voltak, és szerintem kimondottan aktív volt a Trump adminisztráció, tehát izolációval, vagy rand, elszigeteltséggel szemben is felmerül ez a, ez a vád. De nagyon nehéz megítélni. Ő is támogatná a háborút. Nagyon nehéz megítélni, mert tett olyan kijelentéseket, amelyek arra unatkoznak, hogy ő csökkenteni, az Egyesült Államok szerepvállását ebben a konfliktusban, de ezek a kijelentések, ezek annyira ködösebb, meg annyira távoliak voltak, hogy igazából messze menő következtetés nem lehet levonni. Legutóbb, amikor erre rákérdeztek, akkor már az is beszédes volt, amikor Ukrajnára rákérdezett, az említett uh, Trey ugye a, rögtön az indulást, indulás bejelentését követően a Fox interjúban, akkor rögtön a válasz nem azzal volt, most akkor Ukrajnában, Ukrajnában mit csinál az Egyesült Államok, vagy mit nem csinál, hanem hogy a katonai szolgálatot kell úgymond a, a vók ideológiától megmenteni. Tehát ez volt úgymond az első válasz. Igen, a de ez az, a akkor szentés, az tehát, se derül ki. Tehát akkor a jövő az a, ilyen szempontból. Ukrajnával kapcsolatban az derült Igen. ki, tehát a, a Randos válaszából, hogy, hogy ő azt szeretné elkerülni, hogy közvetlenül érinkezzenek az amerikai, meg, a, meg az orosz, orosz katonák, és hogy ebből a szempontból ő szeretne deeszkalálni a, a konfliktus, de ennél konkrétabb nem derül ki. Ugye, ha visszaemlékszünk egyébként, még a bejelentést megelőző hónapokban tett olyan kijelentést, ami abban az irányban mutatott, hogy csökkenteni, ha hogy csökkenteni kellene az amerikai katonai támogatást Ukrajnának, akkor ugye őt, ő kapott azért hideget, meleget, és akkor ezt követően pedig ugye újra megkérdezték, akkor pedig azt mond, hogy ugye úgy érve hogy nem létfontosságú érdeke az Egyesült Államoknak, ami egyébként szemben megy a mainstream republikánus vonallal. És amikor még egyszer megkérdezték rá, egy vagy két hétre, akkor pedig azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy ez egy összetett kérdés, és hogy Vladimir Putin háborús bűnös. Tehát ebből a szempontból, ugye mivel Freudai kormányzók itt nem kell külpolitikai ügyekkel foglalkoznia, ezért ilyen téren nem kisebb a rutinja, mint mondjuk más politikusoknak a kesztenátoroknak, tehát ő még keresi a, keresi a helyét ilyen tekintetben, hogy ő most milyen külpolitikát csinál, csak egy utolsó gondolat ehhez is, hogy tágabb értelemben az amerikai külpolitikára vonatkozóan, az, hogy milyen lenne a decentes külpolitika, Ö, azt igazából nem, nem lehet egyértelműen még leírni, nem csak azért, mert még messze van ö, ebből a szempontból, ugye az, jelöltsége, az elnök jelöltsége, mert ugye még ugye a az előválasztások előtt is vagyunk, hogy vagy folyamatában van még ez a történet, hanem azért is, mert hogy maga a republikánus külpolitikai útkeresés is még folyamatban van. Tehát legalább három különböző irányzatot lehetne a republikánus párton, hogy az amerikai jobboldali erőtéren belül azonosítani, hogy ki, milyen viszonyt szeretne ápolni a külvilága. És most az, hogy Ukrajna támogatja, az csak egy kérdés ezek közül, egy fontos lakmuszteszt, de egyébként sok minden más lehetne itt hozni a nemzetközi szervezetekkel való viszonyt, európai szövetségesekkel való viszonyt, Kínával való viszonyt. Itt különböző vonalak Tehát vannak, és ez még, és ez jelent, még nem ez rendezett még nem a republikánus térkében. Tehát ilyen szempontból Pedig a republikánus ez nekem párt nagyon pár fontos megosztott. lenne tudni, de sajnos ezt most nem fogjuk fogjuk tudni. Nagyon sok mindent viszont azért csak sikerült ez alatt a beszélgetés alatt körvonalazni. Nagyon köszönöm, hogy itt volt Kozmazia Gábornak. Köszönöm szépen.